Jöttem nektek is elmondani, hogy nagyon-nagyon banális dolgokat látok a Facebookon, és ahogy az emberek viselkednek, ez a siránkozás, ez az állandó beharangozása a következő hadműveleteknek, amiket ellenünk szeretnének megvalósítani az elitnek a tagjai. Ezek a politikai hírek, amikkel napi szinten elárasztják az oldalamat és a messengeremet is, napi szinten 30-40 különböző félelemkeltő cikkeket dobálnak szana szét, azért, hogy minél nagyobb félelmet és minél nagyobb hisztériát, pánikot generáljanak, hát nekem erre nincs szükségem. Aki tudja, hogy mi az, hogy felemelkedés, emelkedni, fejlődni, az tudja, hogy önmagunkba dolgozunk, a belsőnkbe, a belső világunkba, mert az fog kivetülni, amit mi ott szépen megteremtünk. A lelki béke megteremtése. Amiben nem tartozik bele a hiúság, az ego, a félelem, a pánik, a különböző nem bízok önmagamban, Úristen, ha a kormány is ezt csinálja, na akkor most ki fogja átvenni a vezetést, vagy hogy legyen, tehát, vagy gyermekek szekálása miatt az egyik gyermek a vonat alá ugrott, akkor azoknak a fényképeit kiposztolgatják a Facebookon, hogy itt van ez, a, ez meg az, meg amaz. Hát ne haragudj, milyen példát mutattok? Kik vagytok ti? Mindenkibe ellenséget kerestek, abba is, akibe éppen nincs, csak meg van tévedve, meg van kavarva a különböző negatív programoktól, akiket pont olyan emberek vezetnek félre, mint te magad, aki ex-rendőr létedre kiposztolod a gyermeknek a fotóját, hogy támadják be, mert ilyen hájfejű, meg olyan hájfejű. Normálisak vagytok ti emberek? Én nem tudom. Tehát azt kellene felfogni, hogy mindig, amikor generálsz valami kis tuti jó kis energiát, az éppen az üzemanyaga a másik oldalnak. A félelem, az önbecsülés hiánya, a jövőtől való félelem, a sikongás, a nyavajgás, a szenvedés, a fájdalom. Hát nekik adod az üzemanyagot, érted? És nem tudsz utána mit csinálni, arról a tálcáról kell majd csemegézned, amit ők feltálalnak, ha megengedik, hogy csemegézz velük. Nem tudsz emelkedni, maradsz abba a világba, ahol ezeket az embereket fogod kiszolgálni, akik a te fájdalmadból, a te nyomorodból, a te szorongásodból, a te félelmedből táplálkoznak, és élnek szuperül. Minden egyes frekvenciád, amit elbocsátja a testedet, ha alacsony szintű, őket élteti. Ha alacsony szintű, ezek az impulzusok generálják a természeti katasztrófákat, a földrengéseket, ezek a rezgések, érted? És a vulkánok kitörését. Tehát ne posztoljál cikkeket, mert az összes fájdalmas, háborús gyermekek itt haltak meg, ott haltak meg, ezek mind arra appellálnak, arra vannak megcsinálva, hogy téged programozzanak egy olyan üzemanyag gyártására, ami nekik éppen a futóművükbe szükséges. Tehát ne csináld, érted? Ne csináld, mert a földrengéseket, a vulkánkitöréseket és a különböző természeti katasztrófákat, árvizeket, stb. Az emberek impulzusai, az emberek rezgései, a negatív, alacsony szintű rezgések azok, amik generálják, és ezt a másik oldal tudja, és valahogy csak el kell már azt pár embert rakni a földről, akire nincs szükség. Ezt fogjátok pár fel, jó?
És akkor tessék szépen ismét mondom, könyveket elővenni, önfejlesztés van, mentorokat megkeresni, és nem ellenséget keresni, nincs ellenség. Te vagy az önmagad legnagyobb ellensége, ha te azt hiszed, hogy neked ellenséged van. Nincs ellenségünk. Van egy másik oldal, aki szeretne minket megakadályozni. Hallod? Megakadályozni. De ha te nem hagyod magad megakadályozni, mert te tudatos vagy, akkor no chance. Nincs sanszja se. Érted? Null, nulla, semmi. Ezt kellene szépen felfogni, és így kellene tovább cselekedni. Azt nézem, hogy ja, ezt elfelejtettem így felsorolni, hogy ami benned generálódik, az az aggodalom, az a hisztéria, az az önbizalomhiány, a rossz indulatú ellenség keresése. Ezt be kell fejezni. Generálod a hullámokat és a negatív impulzusokat. Az életben nem csatlakozol be az 5D-s matrixba. Ott maradsz a 3D-be, körbeveszed magad olyan emberekkel, akik a te fájdalmadat, a te szenvedésedet majd szépen vagy együtt átélik veled, vagy ők lesznek az okozói, tehát térjetek észhez, szóltam már többször is, segítsetek egymáson, osszátok meg a videóimat, osszátok meg azokat a videókat, amik emelnek benneteket. A pleják is voltak ilyen szituációban, spirituális kómába estek, annyira csak a belső világukkal foglalkoztak. Ne húzzátok egymást le, ne bántsátok egymást, ne keressetek ellenségeket, ne legyetek kis hitűek, mi teremtők vagyunk, mi Isten emberek vagyunk. Ha nem bukják be állandóan, a másik oldalnak a manipulációjaira nem ugrálnának rá. De amint látom, csak ezt csinálják. Ahhoz már kéne egy kis gógyi, hogy ezeket átgondoljuk, hogy miből is teremtünk. Mi is az üzemanyaga a másik oldalnak. Hogy ne teremtsem azt az üzemanyagot. Mi generálja a földrengéseket. Mi generálja a naturkatasztrófákat. Mi generálja a háborúkat? Hát a gyűlölet. A gyűlölet, a harang, a harag, az ellenséget látom mindenkibe. A hibások keresése, az életünk megnyomorítójának a keresése. Senki nem nyomorít meg, szabad ember vagy. Te a gáncsoskodásba elesel és hagyod magad megnyomorítani, mert nem vagy észnél, mikor kirakják eléd a lábukat, aztán szépen esel rajta keresztül. Utána meg már felkelni úgy látom nehéz. Egy kis átprogramozás, ez az, mint hogyha egy kicsit nem is lennének már tisztában az emberek arról, hogy azzal, hogy miről beszélek, vagy fogalmuk nincs arról, hogy én mit akarok a figyelmükbe ajánlani. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, fogok jelentkezni, de most már nem ilyen témákkal, mert ma egész nap ilyenekkel foglalkoztam, és nagyon lefárasztott, hanem én a legjobban a földön kívüli fajokról fogok most nektek mesélni, és egy pár napig olyanokkal fogok foglalkozni, amik fellazítják nekem az idegeimet, mert sajnos nagyon rossz ezt nekem látni, húznak lefele engem is a 3D-s világba. Én meg nem szeretném, tiltakozok, de nem fogok tiltakozni, most már nem csak egyszerűen kiszállok a ringből. Sziasztok!